tisztelettel köszöntöm a nézőket a Tibiék című műsorból. Rendhagyó adásunk következik most, hiszen először a hosszú történelmében az adásnak egy hölgy vendéget köszönhetünk itt, nem is akármilyet. Ő pedig Simonyi Kitti, a Piruett Tánc Stúdió alapítója. Hát a srácok, beszéltük, hogy kellene már egy hölgy vendég, mert sok rossz arcú férfit meghívtunk eddig, akik egyébként rendkívül szórakoztatóak voltak, de látom a csillogó szemeken, hogy mindenki örül ennek, hogy végre eljött ez is. Allergiás vagy. És egy kívül allergiás, és szintén is. Tehát nagyon örülünk Kittinek, hogy éltétek meg ezt a egyáltalán jött. Én mondjuk nagyon rosszul, bocsáss meg, mert a vendég mindig ott ül, és hogyha ilyen dekoratív hölgy jön, akkor én nagyon messze érzem magam. Én nagyon lobbiztam emiatt, mert én mindig itt ülök, tehát hogy legyen már egy hölgy is, mert férfiak szagát már nem nagyon viselem el. De én nagyon örülök, hogy végre egy hölgy vendégünk van, és reméljük, hogy egy új fejezet nyílik. Lehet lesz egy Tibiék nőknek, vagy csak férfiaknak? Ez a férfiaknak? Ez a férfiaknak. Ezt akartam mondani, hogy szerintem amúgy a nézettségi szám esett, és úgy gondoltátok, hogy most kellene valamivel felhúzni. Igen, hát ez igen. Az, 19.30-kor kerül általában adásba ez, de lehet ez 23.30-as, ezt még ezt nem tudjuk, és a karikát ki kell rakni. Tibi, te mennyire szomorkodtál, hogy nem valami vörös lábú sportoló jön be? Hát nekem megjött a kedvem a fotózás után, hogy nőket hívjuk. Kicsit igazítok, hogy szép legyen. Meg, ugye, akkor megvan az amerikai foci, hogy a Deac és a New England mérkőzés. Félre a tréfát, hogy stílszerűek legyünk. Kitti, légy szíves, mutasd be magad, mit kell tudni róla, milyen pályafutás áll mögötted. Hát először is. Én 3 évesen kezdtem balettezni Valla Jenikő balettmesternél, mint ahogy minden kislány, úgy gondolták a szüleim is, hogy majd ez nekem milyen jó lesz, szép tartást ad, kecses mozgásom lesz, és hát ez végül is, ez végigkövette az életemet. Mert ott maradtam, 21 éves koromig ezt csináltam, szeretetből, szerelemből, mellette elkezdtem edzősködni, és aztán úgy döntöttem, hogy nekem úgy érzem, hogy legalábbis, hogy ez az életem. És akkor, hogy ezzel foglalatoskodom azóta is. És a balettből még azért elindultál más irányba, ugye lett ez a mi is pontosan, milyen tánc ez? Ez showtánc, és a balett az ritmikus gimnasztika követte, ugye mint versenysporták, de aztán abban az időben már a felnőtt kategória kezdett kihalni az én időmben, és azért kellett váltanunk is, és az edzőm is elkezdte ezt a showtáncot, ami igazándiból balett alapú, gimnasztikára épülő stílus kavalkád. Tehát egy showtánc. Megjegyezted, Tibi? A kavalkád az megvan, az én életem is ilyen. Egy táncnak a történetét, tehát a táncban jellemezzük a történetet, vagy mutatjuk be díszletek és ruhák segítségével. Én még olyan véncsatoló vagyok, illetve Tibi is, azt hiszem, hogy ezt valamikor úgy hívták, hogy a ritmikus sportgimnasztika ez ugyanaz, csak már megváltozott névve. A ritmikus sportgimnasztikából kikerült a sportszó, maradt ritmikus gimnasztika, de ez LSG. Nem az. Tehát az LSG-ből lett az ERGI, és ez a mai napig van, olimpiai sportág, és gyönyörűek benne a lányok, nagyon magas technikai tudással és esztétikai kivitelezéssel, de ez nem az. Azt mondtad, hogy 3 évesen kezdtél balettezni. Én azt gondolom, hogy 3 évesen nem az az ember vágya, hogy balettezzen. Ez mennyire volt szülői nyomás, szerintem teljesen. Hát, mondhatnám, hogy nem, de amúgy igen. Mm. Tehát, hogy apa azt mondta, hogy választhatok magam. Balettezett? Nem, de azt mondta, hogy választhatok magamnak sportágat. És felsorolta, hogy abban az időben mi volt Debrecenben. Futball. Igen. És mondta, hogy leszűkítette a kört nőiesebb sportágakra. És ugye a ritmikus gimnasztika meg a balett azért lássuk be, hogy elég női sportág. Bár hozzáteszem, hogy már a spanyolok férfi ritmikus gimnasztikát is indítják. Nem, azt nem akarjátok. De Tibi beiratkozna, azt mondom. Kecses a mozgása. Igen. És hogyan élted meg ezt, amikor azt mondták, nem most menni kell balettozni. Gyerekként először, amikor még nem szerettél bele, mennyire volt kényszer, mennyire volt kemény, mi volt az első impulzus, ami ért ezen a műfajon belül? A zene. Igen? A gyerekek azért szeretik meg ezt a sportágat, vagy ezt a műfajt, ugye a balettet, mert zongora a zene, kellemes, jó hangja van, és olyan jó oda menni. Eleve minden gyerek szeret mozogni, és akkor ezt a kettőt, hogyha ötvezi az edző, akkor szerintem van sikere. Persze az edző személye is fontos, azért ez lássuk be,
de alapjáraton szerintem az engem legalábbis biztos, hogy a zene fogott. Meg én később zongoráztam is, és ugye a balett zene pedig zongorára épült. De nem egyszer lett a zongorázás. Hát 3 évesen még nem, akkor még... De úgy értem, hogy egyszer, hogy tehát arra balettozza, amit te játszol. Igen, igen. Énekelsz, hogy a falkas visközöl balettozzál. Azt mondta, hogy fontos ez a lány. De alamok, úgyhogy az biztos, hogy nem működik. És én mindig... Látjuk a tornászoknál, meg ezeknél a picit hasonló szűrű sportágoknál, hogy ilyen nagyon drákói szigor van. Az edzők nagyon kőkeményen bánnak, néha még testi fenyítést is alkalmaznak, és ugye a párakorod rendkívül alacsony, de valószínűleg még megcsíptette is azt a korszakot, amikor... Én láttam a forradást a hátán. Tehát mennyire vas kézzel fogják a gyerekeket egy ilyen Nekem műfő. Is volt olyan edzőm, igen, aki egy kicsit drasztikusabb megoldásokhoz folyamodott, és... Nem mondjuk a nevét, hát a megutálnak bennünket. De ő rá egyébként hogy gondolsz, hogy rossz szájízzel, vagy... Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy bennem van az, hogy tudom, hogy utáltam bemenni edzésre, mert fájt, mármint, hogy nem azért, mert bántott, tehát ne értsétek félre, hanem igenis ahhoz, hogy mondjuk egy tompaszögű spágát elérjünk, azért ahhoz... Az milyen? Hát azért nem. Matekból rossz voltál. Nem, úgycsak én vizuális típus vagyok, tehát ha valaki meg tudná... Ez a derékszög, azt hiszem ez a hegyes, és én nem matekból nagyon jó. Akkor ez a tompa, ugye? A tompa az a 180 fok fölötti. Azt te nem tudod megmutatni. 360 fokos fordulatot tesz a viselében. Tehát e fölötti? Igen, hát ez a 180 fok. Hát az fáj. Túl. Hát ez a férfi, az hogy néz ki? Az elég. Ez pont ugyanúgy tud kinézni, csak kicsit kellemetlen. Csak ott már alul nem marad. Ott látszik valami alul pont. Hát, hogy megy szét. Tehát akkor az azt jelenti, hogy való a két lábad fönn van, és akkor alatta nyilván egy. Vagy hát csak az egyik lábad is fönt van, igen. Ja, igen, tehát nem gondoltam. Tehát így is lehet. És azt már akkor, gyerekkorban? Hát persze, abban a korban. Tehát akkor én már ne kezdjem el. És a szigorú edző tanította ezt, ugye? Igen, igen. Hát ő volt az erőnléti edzőnk, meg a nyújtó edzőnk. Tehát nyilván azért nem szereti az ember, mert az erősítés fáj, izomlázat okoz, a nyújtás fáj, mert utána meg nem bírod a végtagjaidat. De hasznos volt. És hát a mai persze, napig. Hát idősebb korban ez nagyon hasznos. Akkor már az ember. Igen, bizonyos szegmensége. Fontos az izmok ruganyossága, és ezt a rugalmasága. Van olyan terep a lakásban, ahol ez akár még fontosabb lehet. Ez azt jelenti, hogy akkor több edzőtök volt? Tehát volt erőléti, volt, aki más tanított? Két edzőm volt, igen, a balettmesterem, ő csinálta a koreográfiákat, illetve volt az erőléti edzőnek hívom. Most már hát akkor még nem így hívták. Akkor mi volt edző? Az edző? És te melyik szegmensbe tartozol, hogyha lehetek ilyen? Hát nem tudom, mit nézel ki belőlem. Hát drákhoz közelem. Teljes domina. Én az a fajta edző vagyok, igen, aki szigorú, karakán. Következetes, szerintem ez fontos, tehát, hogy nem csak úgy belecsapunk a lecsóba, hanem azért megvan a miértje is, és én még mindig ennek látom a gyorsabb fejlődési módját, vagy nem tudom, most nem az, hogy oda megyek és lenyomom, és akkor kész a spága, mert nyilván akkor mikroszakadásokat okozunk, de kell egy kis ráhatás, inkább úgy mondom. Igen. Tibi is ilyen edző. Én is ilyen vagyok. Ütni, vágni, mindegyiket. De akkor a művészeti részét azt nem te vezényled? Azt is nem vezénylem. Egy kézben minden? Próbáljuk, de sok arcom van. Nem, egyébként... Nyilván vannak kollégáim. Vannak kollégáim, így van. Mostanra már, hál' Istennek, egy olyan edzőgárdát sikerült magam mellé építeni, hogy van balettanárom, van akrobatika tanárom, van modern tanárom. Lassan igazából már semmit nem csinálok, csak... Te ezt fogod össze, akkor ez olyan, mint a menedzser a futballban, hogy... mondjuk az Angliában, a Premier League-ben, hogy van a menedzser, és ő fog össze mindent, de tulajdonképpen csomó segítője van. Igen, hát olyan forma, persze. Vagy mint a polgármester ott is, egy csomó szakemberre, hogyha körülveszi magát, akkor a polgármester nem kell minden, ezért nem is lehet. Nem, én ezt vallom. Én tudok balettezni, és tudom az akrobatika részt is, de én azt gondolom, hogy nem tudom olyan precízen átadni már a tudásomat, mert annyira sokfele ágazik az egyéb munkám, tehát a koreográfia, a csapatszervezések, a versenyek, a sajtó megjelenés, a toborzás, a szülőkkel való kapcsolattartás, tehát hát hogy akkor én azt embert, gondolom... Hanem majdnem 2-3 egész embert kíván. Hogy igen, aha. De küzdünk vele, igen. És mekkora a stábod, mondjuk számszerűleg, és mennyi gyerek jár oda, illetve mennyi sportolótok van? 14
pedagógusom van, vagy hát kollégám, nem gondolom. Tehát én nem helyezem magam főnöknek föléjük, tehát mindenki a kollégám. És van gyógytornászunk, van balettanárunk, akrótanárunk, illetve a kinevelt táncosaim is most már edzővé avanzsálódtak. Mert van olyan, aki 3 évesen mellettem kezdte, és most már az egyetem után is velem vannak. De nem mondom, hogy akkor voltál te 4 éves? Négy évesen végezte az egyetemet, és utána kezdett ez zongorázni. Igen, ezért volt időm a 3 diplomára, mert hamar végeztem mindent. És mennyi a gyerekszám? A gyerekszám most per pillanat még ugye éveleje van, úgyhogy most még friss statisztikát nem tudok mondani, tavaly 400-an zártuk. Tehát 7 városban vagyunk, hozzáteszem. Tehát ezért nem csak Debrecenben vagyunk, hanem itt a környéket, mondhatni, lefedjük. Felsorolod azt a 7 várost? Most akkor mondom, Berettyóújfalóban, Mazújváros, Biharkeresztes, Derecske, Hajdúszoboszló. Eddig mi? ABC sorrend, figyelted? Igen. Mi még Józsát is külön veszük, pedig nyilván Debrecenhez tartozik, igen. De egyébként így veszük, külön meg hát Debrecen. Sárétudvari, Görbeházat. Nem jutottak el. Oda is kellene majd leszervezni. Igen. Én elmondanám, hogy annak idején Bakonszegen, Nagykerekibe, az összes ilyen Váncsor és hatalmas településeken is az ott voltam. Ilyen... Az összes ilyen óriási telep... Nem, nem célzásom. Világos. No, és hogyan kell elképzelni mondjuk úgymond egy szezont? Tehát versenyeken indultok, bemutatók, mi az, amivel foglalkoztok? Mint mondtad, a mai Judén, ami már pénteken nem már... Aminek már vége lesz az adás, ugye Tibit mindig megzavarjuk ezzel, ezt elmondjuk minden vendégnek. Tehát a vissza a jövőbe. Igen. A 2 nappal ezelőtti Judén is felléptek majd. Tehát mi az, ami lefedít? Tehát hogyan jellemezni, mivel foglalkoztak egész évben? Tanévünk van, ugyanúgy, mint az iskolában. Tehát mi nekünk egy évünk így néz ki 10 hónapban, vagy így áll 10 hónapban. Az első fél évünk az felkészülési időszak, és majd csak februártól kezdjük a versenyszezont. Tehát februártól júniusig lemennek a pontszerző versenyek, a nemzetközi versenyre való kijutáshoz szükséges versenyek, illetve a nemzetközi versenyek is. Nyáron edzőtáborok vannak, nyilván felkészülünk az új évre, és akkor ősztől megint kezdjük az új koreográfiát. Milyen szerencsés sportágban voltunk, ott egy hónap, másfél hónap volt a szünet vagy a felkészülés, utána jöttek a meccsek, itt meg fél év felkészülés. Addig legalább nem rúgják közöttünk. Na jó, de ők minőségi dolgot tesznek az asztalra, tényleg hát. Hát azért is kevés a felkészülés nekünk, de fél év felkészülés azért az nem semmi. Hát amúgy el lehet menni őszi versenyszezonra is, csak én azt annyira nem preferálom. Tehát már most szeptemberben is. Igazából még olyan produkciót... A minőség hát össze miatt? Lehetne dobni, igen. Össze lehetne dobni új számokat, vagy akkor egész nyáron kellene dolgozni azért, hogy az őszi szezonban legyenek. De mivel edzőtáborozunk, virágkarneválozunk, fellépéseink vannak, valamikor pihenni is kell a gyerekeknek, így aztán akkor el kell dönteni, hogy melyik verziót választom. Virágkarneválon majdnem én is felléptem a piruettel, csak... Amikor is meghátráltál. Meghátráltam, mert úgy éreztem, hogy... Hát hogy csinálod? Hármat dekázni, azt mondta, hogy az sok. Balacsipőbe dekázni, nem nagyon lenne jó. Hát igen. Úgy kell elképzelni, hogy akkor mond városnapokon, falunapokon is vannak felkérések. Igen. És akkor ennek van tarifája nyilván? Valahol van, igen. Ahol van rá keret. Ahol van rá keret. Nagyon sokszor elmegyünk ingyen felvetni. Erre gondoltam, hogy van olyan dolog, amikor azt kell fizetni, nem tudunk, de van egy babújás, meg igen, meg egy kőbányi. És azok a legjobbak, elmondanám, ott mindig olyan finomakat esznek a lányok, már amikor esznek persze, vagy amikor már jut, mert mire most is voltunk fellépésen, és néztem, hogy van birkapörkölt, mondom, majd fellépés után is elfogyott. Így aztán mindig fellépésért kell jó bekönyelni, akkor lehet nagyobbat ugrani. Igen. Úgyhogy nagyon szeretjük ezeket a felkéréseket is, mert itt tudunk olyan helyzeteket hozni a gyerekeknek, amit egyébként steril körülmények között a táncteremben nem lehet, sem egy versenyen. Hogy mondjuk szálka van a padlón, vagy ott van egy döcike benne, ilyen kis... Szembesült a nap, ott van egy hangszóró, egy mélyláda, egy nézünk. Mikrofon, hogy vannak nézők. Mi van? Vannak részek nézők. Színpad teljesen más közeg. Pontosan, föltámaszkodnak a színpadra, és hiába kérjük, hogy menjenek arra, mert akrobatika nem zavarja fölül, kislány fölrakják. Tehát, hogy zseniális, és ugye ehhez a gyerekeknek menet közben alkalmazkodni kell. Kihívás. Úgyhogy igen. Na és, mint mondtam is előtt, adás előtt beszéltük, meg szerintem mindannyian így vagyunk vele, elég laikusak vagyunk,
meg talán a nézők közt is sokan vannak így. Mennyiben sport ez? Miért tartják ezt sportnak, amit ti csináltok, és milyen elemei, ami igazán sportosak? A sportos része szerintem egyrészt ugye a versenyeztetés, mivel ugye ott megmérettetések vannak, tehát ebben a részben mindenképpen ide tudom csatolni. Másrészt mondjuk az edzésszámunk alakulásában, tehát nálam a versenyzők minimum 4 edzésen részt vesznek egy héten, de inkább 5 koreográfiával. És ebben van egy balettórájuk, van akrobatika órájuk. Az akrobatika óra az, ahol megtanulják a szeltornából ismert elemeket, tehát a kéz nélküli cigánykerék, szaltó, stársai. Te tudsz cigánykereket hányni? Én csak azt tudok hányni. Igen. És ugye hát nyilván a tornászokhoz hasonlóan ugyanolyan erőelemeket kell megtanulnunk, erősítenünk kell. Tehát ugyanúgy én azt gondolom, hogy ez egy sport, amíg hogyha a táncos részét sokan táncikának is az is keményem volt. De tehát igen, de gondoltuk egy szalagfűzős táncra, gondolom mindenkinek volt. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy jó, hát táncika, nem? Nem. Itt van nélkül táncolni. Nem viccelünk. Igen? Igen, tehát hogy mindenki azt hiszi, hogy jó, csak egy kis tánc, és amikor csinálni kell, akkor hú, hát ebbe elfáradunk. Hát mondom, igen, ez hát ilyen zenére mozog. Még a táncika is kihívás, nem hogy amit ti csináltok. Igen, hadsörőtán azért jó megy. Igen. Úgyhogy... És ilyen szoktam fáradni. Utána a cigánykedék anyás. Úgyhogy igen, tehát mindenféleképpen a sporthoz. De nyilván a kultúrához is tartozik, mert egyébként pedig a balett, ugye. Igen. Mozog ez. Így van. Ez benne a szép. És milyen a hangulat, mennyire összetartó erő ez? Az egy 400 gyerek, az sok. Biztosan kell egy kohéziót teremteni, hogy mindenki jól érezze magát, mert ezt kényszerben nem lehet csinálni, ez sem. Egyértelmű. Mint ahogy semmi más sem. Fél évig gálánk van a Kölcsei Központban, és az mindig össze szokta hozni hát az egész piruett családot. Várjuk a meghívót egyébként. Igen, értettem természetesen. Meg évvégig gálánk is van. És ott mindig egy közös táncdarabot valósítunk meg, tehát mondjuk az Aladdin című mesét. És az Aladdinban minden szereplőnek volt egy saját csoportja, tehát a Bihar-keresztesi csoport, külön a Balmazújvárosi csoport, és akkor ott mindenki egy egység része volt. Szerintem ez... Vannak olyan szülők, mint mondjuk a futballban, hogy beleszólnának, hogy kellene... Próbálkoznak. Még ehhez is lehet érteni? Mindenhez is, persze. Én abban már tényleg nem szólnék bele. A zene, bár hozzáteszem, hogy nagyon jó ötleteket is szoktak adni, mert ugye mivel díszletesek vagyunk, én csak kitalálom, hogy én szeretnék ide egy tortát, egy 2 méter magas tortát, és a megvalósítást azt rájuk bízom. És nagyon jó ötletekkel tudnak, tehát egy komoly díszletesek vannak. Igen. Említetted, hogy heti 4-5 edzés van, igen. Hogyan kell ezt elképzelni? Csak mondtad, erősítés is van, tehát az konkrétan esetleg gépeken, vagy az a saját súlyos nyújtógumis, bosús, fitballlabdás, tehát ugyanúgy eszköz, zsámolyok, tehát ugyanúgy eszközös, de nyilván nem kornitelmes, mert gyerekekről beszélünk. Meg egyébként súlyzósokat sem. Nem, azok nem csinálnak spárgát, akik konditelembe járnak. Hogyha igen, akkor már nem járnak többet. Egyedül te vagy a kivétel, aki meg tudja a spárgát, meg még igen. A konditelembe is. Igen. És nyugtass meg, hogy az első kéz nélküli cigány kereket azt azért szőnyegen, tehát nem a parketten kell. Persze, szőnyegdobbantó. Az jó, megnyugtatom. Én amúgy a honlapon utána néztem, hogy mit csináltok, mert nem olyan régóta ismerlek. Aztán ott láttam kiírva, hogy milyen megfogalmazás van, hogy Simonyi Kitti, és akkor alá volt írva olyan szavak, amiket nem is értettem, hogy nívódíj, meg ilyesmi, az elmondanád, hogy mi az? Igen, ez jó, hogy rákérdeztem, mert egy kicsit szűkszóban mutatkoztál be, úgyhogy vissza a jövőbe. Ez a nívódíj, el lett írva, hogy Nobel-díj, vagy mihez kell ezt hasonlítani? A nívódíjakat a Magyar Divat és Sportánc Szövetségnek a nemzetközi verseny, tehát a Magyar Divat és Sportánc Szövetség, mint táncszövetség adta azoknak az edzőknek, akik nemzetközi versenyen, világbajnokság, Európa-bajnokságon dobogós helyezéseket értek el, vagy döntős helyezéseket. A csapataikkal, vagy a csapatainkkal. Ja, hát igen, én mint edző. Aha. És akkor ugyanúgy a gyerekek is nívódíjat kaptak, mondjuk a 7 tagú kis csoport, gyerek csapatom is, meg én is kaptam nívódíjat, és ez volt egymás után 4 éven keresztül, és 5. éven már a sporttáncok mestere címet kaptam meg. Akkor lehet mondani, hogy tanítsmester. Hú, ez annyira ilyen komolyan hangzik. Tehát nálunk a fociban, ha kap egy ilyen díjat valaki, az nagyon nagy rang, hogyha
Itt is elismerés, mert valamilyen szinten azért elismeri a szövetség a munkádat, hogy nemzetközi versenyeken képviseled a hazát. A nemzetközi versenyekről eszembe jutott, hogy ugye ezeknek jó nagy költségük van elutazni, étkezni, megszállni. Ez egyébként miből tevődik össze ennek a költsége? Szerintem csak, ugyanúgy, mint bármely sportágban. Csak a saját anyagi bázisotokra számítottuk, vagy van esetleg a szülőkre számíthatunk. Szponzor. Akkor csak jól látják ők, hogy mit kell csinálni. Igen, ezért is vagyok benne szóval. Jó ez a torta, de ahogy Magdika néni, ahogy tetszik, gondolni. És nagyon jó ötleteket adnak a szülőktől. Mi ezen ne legyen, hogy tetszett mondani? Tehát egy ilyen szülői támogatás, főként egy nemzetközi? Teljes mértékben szülői támogatás. Mi benne? Központi nincsen. Na, akkor most szólunk az érdekünkben, hogy legyen. Köszönjük szépen, ez minden táncos álma. És szponzoraink sincsenek még, de folyamatosan van az ügy. Én nagyon rajta vagyok, résem vagyok, hogy legyenek. Hát, ezután, az adás után szerintem özelleni fog. Így legyen. Csörögni fog egyfolytában a telefonon. Biztos vagyok benne. Hát ez fontos, mert tudom, hogy ők meg még jobban tudják, hogy elutazni bárhova is, vagy egy edzőtábor, azért az sok pénz. Így van. És nem könnyű előkerülni. Így van, és mielőtt elutaznak külföldre, előtte Kitti mindig kitalál egy új koreográfiát, amihez hozzá lehet szólni a szülőknek, és dicséri őket, hogy nagyon jó ötleteket adnak. Én meg szoktam nekik köszönni, tényleg hálásak vagyunk. Ráadásul a versenyeken is ők szerelik össze a díszletet, tehát nekem úgymond azzal nem kell foglalkoznom, hanem bemegyünk, megkérdezik, hogy mehet? Veszek, pakoljátok, nyugodtan én intézem a gyerekeket, és mire bemelegítünk, átöltözünk, kész van a kedvezet. És ezzel mester apukák összerakják. Igen, és ráadásul nem utolsó sorban ez egy jó csapatépítő is a szülőknek, mert ugye ők kooperálnak egymással edzésen kívül is, hogy akkor csavat vegyél, ezt vegyél, azt vegyél, szerintem ez így kéne, szerintem úgy kellene összetűzések. És neked mennyi időd van mozogni emellett? Mert láthatóan jó karban vagy. Én jogázok emellett. Ugye? Emellett? Igen. Illetve amikor oktatsz, akkor nyilván te is mozogsz. Nyilván. Van az, hát nyilván, amikor a versenyidőszak van, akkor már csak nyomkodom a tabletet. Az más. Ezt szokták mondani a szülők, hogy nem, én csak ültem, mondom, igen, csak ültem és magyaráztam. De amikor betanítod, akkor ez kőkemény fizikai igénybevétel. Tehát akkor nem engedhetnéd el magad, hogyha... Hitelesség szempontjából jól kell kinézni. De amúgy én ezt nagyon... Én nagyon így látom, ugyebár én is, amivel foglalkozok, hasonló, mint a Kitti, csak nyilván mi az inkább... Az képest elég pocakosabb. Igen, inkább, hogy tegnap pont meccsem volt, és jól szerepeltem, úgyhogy nem, hogy már ilyen. Négy gólt rúgtál, Tibi? Csak becsönt és kecsön. Négy gólt rúgtál? Mester négy? Muszáj volt, hát egy fél idő alatt, de mindegy. Pedig most nem, nincs is de nagyon könnyű dolgom volt, megmondom őszintén, hogy nagyon könnyű dolgom volt, mert a Madar Csabi játszott mögöttem, tehát... Hát jó, mondjuk ő az ész egyetlen. Így van, úgyhogy nekem csak be kellett rúgni. Tehát? Én is berúgtam. Valamikor én is. Tehát, hogy azt mondom, hogy én azt mondom, hogy a szülők azok a legfontosabbak egy gyereknél, mert ők töltik vele legtöbb időt. Hát most a pénz, oké, most ez vicces dolog, de tényleg én mint gyakorló szülőként is látom, hogy rajtunk múlik nagyon sok minden, akármennyire is egyesületi szinten focizik a fiam, tehát a szülő múlik, és én azt vallom, hogy a szülő a menedzsere fiatalkorban a gyereknek, és a menedzser az meg nagyon széles körű, tehát nem csak az, hogy most csak így a futball nyelvén mondva eligazol egyik csapatba a másikba és abba segít, hanem a mindennapokból ott van mellette is. Persze. Igazából nekünk az is a feladatunk, hogy a szülőkkel olyan kapcsolatot alakítsunk ki, hogy a szülő is kényelmesen érezze magáit, magáinak érezze az egészet, és ez amúgy szerintem, most ilyen nagyon nagy szót fogok mondani, de valahol művészet, hogy ezt kialakítsd, hogy azért a szülő is jól érezze magát, a gyerek is jól érezze magát, az egyesület is, vagy ez a dolog is működjön, és mindenki kapoljon. Tehát azért ez nem egyszerű, és én abszolút átérzem a Kitti helyzetét ebbe, hogy azért ez egy 24 órás munka, úgymond. És azért ez egy nemes dolog is valahol, hogy összetartani azért 400 gyereket, az ha
jó esetben az 800 szülő. Család a család. Igen, úgyhogy... Persze, hát ez egy óriási közösség, így szülőkkel. És felelősség, tehát azért itt most meg bázis is, mert reméljük, sokan fogják nézni ezt a műsort. Hát, igen, azt nem lehetne, hogy a következő edzésen az az első feladat, hogy mindenki megosztja a YouTube-on ezt. Na, úgy, ha kiteszem az oldalunkra már abból. Szuper. De azért majd beírok az érdeketekbe. És párgás fotót mindenféleképpen. Köszönjük szépen. Mi az a kiegészítő sport ehhez, amit semmiképp nem ajánlaná, és mi az, ami még belefér? Ugye említetted a jógát, de gondolom, hogyha valaki eljár kocogni a versenyzőid közül, az sem árt. Szóval mi az, amit teljesen tiltanál, vagy nem javasolsz, és mi az, ami még segíthet amerikai is? Amerikai foci biztos. Igen, azok nem MMA. Bár egyébként a lazaságuk megvan hozzá, de volt olyan táncosom, aki kipróbálta, és aztán mondta, hogy hát amúgy rájött, hogy ahhoz viszont túl puhák vagyunk, tehát hogy kecses a mozgásunk. Az MMA-hoz? Egy ilyen, nem, kiboxhoz. Tehát, hogy maga egy ilyen küzdősporthoz. De azért lábadat föl tudod emelni, de igen, tehát hogy ebből gondolta ő is, hogy hát akkor esetleg az lehet, hogy menne. A futással semmi gondunk nincs, én a lovaglással vagyok úgy, hogy az pont ellentétes mozgása annak, amit mi csinálunk. Tehát én tágítom őket, a lovaglás meg ugye a belső combjukat erősíti, az meg szűkíti. Hát eleve a lovaglás egy ellentétes mozgás már. Hát igen, de belső combbal szorítasz is. Tehát hát, én igen, nem. Te nem, de aki lovagol, az aki lovagol, az szoríts. Illetve amit mi nagyon szoktak szeretni, az az úszás, és úszásban is jók a lányok. Több úszóedző szerette volna már elcsábítani őket, mert hogy nagyon szép a lábtechnikájuk, ugye, vannak lezítve. Elasztikusak. Átmegy a másik pályára is. Van koordinációjuk, kezük-lábuk egyszerre. Három pályán egyszerre. Nagyon kevés időnk marad, két rövid kérdésem lenne. Mi az a sport, amit egyébként szeretsz emellett? Tehát mondtad, hogy jóga, de mit nézel meg mondjuk a televízióban? A futballon kívül. Természetesen, a futballon kívül. Minden mást. Én az olimpiát végigkövettem, én nagyon szeretem az összes sportágat. Képzeld el, Tibi is annyira követte, hogy két héttel az olimpiára megkérdezte, hogy lesz még szerintetek pedig reggelente izgult mindig. Tindig. Tehát akkor minden evő vagy, én hogyha igen, van rá időd. Így van, így van. A legutolsó kérdésem pedig az, hogy egyszerűen nem vagy nyugodni, hogy amennyivel egy lakodalomban vagy, és szól a zene. És mindenki részeg. És fölmennek téged kérni, táncolni? Mert nekem azért kellene némi alkoholos indítatás, hogy megszerezném én azt csak. Tehát, hogy aki nagyon tud táncolni, és aki nagyon nem, az biztos nem belőle menni, hogyha mondjuk ismernélek régóta, és akkor na, Kitti, rapjunk egyet. Ahhoz nekem már kellene egy kis bátorságot megint. Igen, ez szerintem óriási tévhit minden tánctanártól megkérdem, hogy minden tánctanánk azt mondják, hogy jaj, mert te olyan jól tudsz táncolni, és mondom, hogy ugyanúgy lötyögök, mint ti is. Tehát kettőt jobbra, kettőt balra, egy kis fennék, Krisztán. De nekünk már ez kezdésnek. Közben lerúgja a csillát. De nem, de pont ez az, hogy az a sportág, kettőt amit... jobbra, kettőbe. Igen, de ilyet nem csinálsz a tánctéren. Tehát... De hogy nem, de és nincs az a hangulat, amikor... Tehát olyan esküvő nem volt, ezért nyomtartott a spárgát, meg a bréket, meg a fejem pörgést, meg ilyesmi? Nem, fejem pörögni nem tudok, mert tönkre megy a hajam, én is csak külből vagyok. És spárgázni sem szoktam, mert általában szoknyában vagyok az esküvőkön. Hát tudom, hogy ez nem feltétlenül. Tehát akkor nem azt kell elképzelni, hogy ott figurázom, mint Michael Jackson, moonwalk, meg ilyesmi. Nem. Bár szépen tudok, de egyébként nem. Hát azt majd még a következő kíváskor meg kell mutatnod. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a vendégeknek. Nagyon szépen élveztük. Örülök, hogy megismertünk. Remélem, önök is élvezték, kedves nézőink. Nézzék a Tibiék műsort, jövő héten ismét találkozunk. Rock and roll! Rock and roll!